Ez egy nagyon kemény, nehéz meccs volt. Az első három negyedben jól játszottunk, a negyedikben követtünk el hibákat, ezért veszítettünk. Gratulálok a körmennek, edző kollégámnak. Nem is tudom, hányszor nyertek hasonló módon. Legutóbb szintén hosszabbításban a Keravnos ellen, de ellenünk is egy ponttal Botevgrádban. Nagyon erős mentalitású csapat ellen játszottunk. A másik oldalról már elmondtam az öltözőben a játékosaimnak, hogy büszke vagyok rájuk. Azért, mert mi az egyik legjobb játékosunk a vezérünk nélkül, mégis óriási szívvel játszottunk ma. Nem érdemeltünk vereséget, mert uraltuk a támadó lepattanókat, jól védtük a palánkunkat. De a végén voltak hibáink. Gyakorolnunk kell még a szoros végjátékokat, mert sokatszor veszítettünk hasonló módon. Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de viszont nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ezt a mérkőzést megnyerni. Óriási munka volt, ugye több játékos is sérült volt, és így is sikerült nyerni, sőt a végén ugye igazából nagy mínuszban voltunk, és ismételten sikerült visszajönnünk a meccsbe is megnyerni a végén. Ez azt mutatja, hogy nagyon erősek vagyunk mentálisan is, és még egyszer mondom, hogy nagyon nagy eredmény ez, hogy 4-0-ra állunk, és most arról beszéltünk, hogy tovább jutunk a következő körbe. Nagyon örülök neki, és csináljuk tovább a dolgunkat, és menjünk tovább. Okay, first, thank you very much to all our fans to support us for the whole game. They gave us today this extra energy that we can survive till the end of the game. Because through the whole game I missed my team on my players. Először is köszönöm a kiváló szurkolótáborunknak, hogy végig mellettünk álltak. Extra erőt adtak ahhoz, hogy túléljük ezt a találkozót. Mert egész mérkőzés alatt épp az energiát hiányoltam a játékosaimból. A megszokottnál kevesebb érzelemmel játszottunk ma, de a drukkerek segítettek visszaállni arra a szintre, amellyel és némi szerencsével megnyerhettük ezt a találkozót is. Gratulálok a játékosaimnak, mert megmutatták, hogy milyen karakteres sportolók. Már korántsem először sikerült megnyerni hasonló mérkőzést, nem először álltunk fel mélyről. Ez pedig ilyen hozzáállás nélkül nem lehetséges. Voltak hibáink a mérkőzésen, különösen a távoli kosaraknál nem figyeltünk eléggé, és a támadó lepattanokból is túl sokat hagytunk a védekezési hibáink miatt. De a legfontosabb, hogy megnyertük a meccset, különösen így, hogy több sérülés is nehezítette a dolgunkat. Most már biztosan ott vagyunk a következő csoportkörben, ez is nagyon fontos a számunkra. Most már kicsit több figyelmet fordíthatunk a magyar bajnokságra, ahol megint nehéz és fontos mérkőzések következnek. De a földön kell maradnunk, dolgoznunk kell tovább ugyanígy, és felkészülni a következő találkozóra, ahogy csak lehet. But on the other side, we have to stay on the real floor, we have to stay modest. We have to work on the same way and to try to prepare on the next game.